Húsvét hétfő reggelén fiatalok énekétől volt hangos a Sóstui Múzeum falu jánkmajtisi portája. Mivel ezen a napon az eső is öntözte a nyíregyháziakat, ezért a Túr Istváni csőrben várták az érdeklődőket. A Nyírség tánc együttes tagjai megidézték a régi idők népszokásait. Nem csak táncoltak, hanem ahogyan azt régen tették, vízzel meg is locsolták a lányokat. Mindenképpen nagyon felemelő érzés, hogy egy ilyen hagyományos és autentikus környezetben minden évben átélhetjük azokat a régi falusi szokásokat, amiket annó nagyszüleink, dédnagyszüleink is műveltek húsvétkor, és felemelő érzés, hogy nem csak kölnivel locsolnak bennünket a fiúk, bár hideg vízzel, de szerintem ilyenkor mindig egy kicsit magunkénak érezhetjük ezt az egész kultúrát, amikor részese lehetünk a hagyománynak, és újra eleviníthetjük ezt a közönség számára is. A faluban a népi hagyományok ápolása mellett az ünnepen a hívőket is várták. Református istentisztelet keretében Krisztus feltámadására emlékezünk, együtt örülünk ennek az örömüzenetnek, és természetesen ami szokás ilyenkor a múzeumfalu területén, hogy bemutatjuk a megterített görögkatolikus asztalt a Kálóseméni házunkba, illetve most idén kuriózumként én, mint papné, bemutatom a csarodai parókián azt, hogy a reformátusok hogyan készültek, és egy lelkész felesége hogyan készül egy húsvétre. A néptánc bemutató és a locsolkodás mellett népi ételek kóstolására is volt lehetőség. A csarodai paplakban a református, a Kálóseményi házban pedig a görög katolikus terített asztalt is láthatták az érdeklődők. A múzeumfaluban nem csak húsvét hétfőn, hanem azt megelőzően nagypéntektől kezdődően számos hagyományőrző rendezvényre várták a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt.